Valóban nyom a Ferencváros, meg voltak a gólszerzési lehetőségek is, de hát egyelőre 0-0, és ez az eredmény a Fradinak semmiképpen sem jó, és a Szombathelynek sem. Így aztán ebben bízva, illetve emiatt bízva a második fél évre talán a gólok is megjönnek majd. Dilaver végezhet el bedobást. Borsát taszít egyet, és aztán Fehér is megbúbolja. Bödét. Még kicsit visszább rendeli a játékvezető a labdát. Mateusz pedig mutatja Dilavernek, hogy ezt én majd elrúgom. Szomália kap a jobb oldalon egy labdát. Ezért oda száll a szabadrúgás. Nagy Oliver mellett. Szomália. Csukics. Nincs csere, teszem hozzá egyik oldalon sem. Egyelőre mindkét edző bízik a kezdő csapatában. Nagy. Nem. Kicsit lelassult a labda. De Gerának csúszni kellett, és elnézést is kér Fejértől. Határozottan csúszik oda. Nagy. Szöglet. Én az ötödiket számolom. Ide kapom a javítást, köszönöm szépen, mint a kocsiból a hatodik. Rózsa. Lama. Nem bántotta senki. És aztán Csukics, valamint Nagy Oliver. Ment a labdáért. Nagy sprint volt, Nagy Dániel. Borsát fejelti le, Gera. Fehér. Szomália hagyja, hogy kimenjen a labda. Csukics. Pavlovics. Mateusz. Dilaver. Mateusz. Pavlovics. Szomália. Pavlovics kapja a labdát, Kukuruzovics indul, Böde. Kicsit messze pattant a páncélmellényről. Csukics, ő meghosszan teszi maga elé, Jakodics pedig nagyon elegánsan csinálja. Rocky. Rocky. Mateusz volt szabálytalan. Rocky csuklott össze. Schümmer pedig elvégezheti a szabadrúgást. Jagodics. Gera meg utána. Gyurján. Szakály. Iszlai. Schümmer. Járatja a labdát most a Szombathelyi együttes. Nem volt szabálytalan. Ott a Fábián. Kukuruzovics. Pavlovicsnak tolja oldalra. Dilaver megmenti a labdát. Mateusz. Pavlovics. Nakinek. Nem mozognak a labda felé. Szomália. Kukuruzovics. Kukuruzovics, azt el lehet lőni, el bizony! És meg mindig ott a lehetőség mellé! Nagy Dániel javíthatott volna, kimaradt. A második fél idő el eddig legnagyobb gólszerzési lehetősége. Az ott még elmegy, és oda pattan Fehérről, és ott volt az üres rövid oldal, nem találta el Nagy Dániel. És Tomás Dó sem hiszi, hogy ez sem megy be. Rocky. Delegánsan csinálta. Az viszont Dibuszé. Rocky, Tomás Rocky.
minden Tomázo Rocky bocsánat, minden egyes megmozdulásán érződik. Egykoron a Lazio, éppen az Inter alkalmazottja volt. A csapatokban futballozott Zeniten, illetve pártás a Zenitjén. Lama, Schimmer mellett, Lama, szöglet. Jól látom, Lama cipőt cserélt. Dilaver, Kukuruzovic, Rocky jön vissza. Lama. Dilaver. Itt a beadás. Mellé. Vonalbíróval perelve, de nézzük csak. Nem Pavlovics, itt ez a beadás, ez remekül megy. A fehér rángatta, szó mi szó. Ellenben kirúgással folytatódik a meccs. Csukic fejeli vissza a labdát. Gera eltakarította őt. Gorsák, aztán most Lama lendületben. Lama Schimmerre veszeti le a labdát. Lama, odaháló! Nyom a Ferencváros, ahogy tette ezt az első fél időben. Roland Lama lőtte el ballal. A rövid ollal irányába. Hát, ez sem Rózsa Dániel elmúlt, legyünk őszinték. Ez pedig az az ominózus beívelt labda, miután nem történt játékvezetői közbeavatkozás. Gyurján, Jagodic. Nem volt rossz az elképzelés, a kivitelezés, becsúszott némi hiba. Nagy Dániel. Pavlovic. Kukuruzovic. És Csukic. Dilaver. Lama. Csukic. Rocky. Őt azért szemmel láthatólag védi Fábián Mihály. Hiszem hozzá jogos volt, azért Mateo Szátóról visszacsuklatta Rockit. Iszlai. Hát Szomáliát azért nem egyszerű becsapni. Pavlovic. És Gera. Rózsány kerül vissza a labda. Lama. Dilaver. De mozgott most nem jó irányba. Pattan a labda Nagy Dániel lába elől. Szomália. Nagy Dániel, és így vissza is tudnak zárni a szombathelyiek. Hiába volt egy kicsit szellős most a védekezés. Kukuruzovic, szabad rúgás. Ramlovics és Iszlai között dúl a perpatvar. Hát innen Mateos az első fél időben elresztett egy szabad rúgást, ami, ugye, ahogy Nyilasi Tibor mondta, kinézett Rózsa a jobb alsóból. Kukuruzovic és Mateos mellé.
75. percben Pavlovic fejeli vissza a kirúgott labdát, nagy, Iszlai, Szakály, Csukic érkezett vissza, Lama és Dilaverös játéka, Lama, Kukuruzovic, Csukic. Megelőzik nagy Dániel, egyelőre ő nem nagyon érzi a történetet, kap viszont most egy remek labdát Pavlovicstól, Szomália. Nagy Dániel. Nagy Dániel indul erbe felé. Csukicsot választja. Gera. Nagy. Lekészített labda Kukuruzovic. Lama. Alányul. Nagyon alányul. A jobb bal. Neki a bal az ügyesebb. Minden oda van írva Tomasztól arcára. Nem tudja a mezőny fölényét egyelőre gólra váltani a Ferencváros, és a mezőny fölényért jelen állás szerint csak egy pontot adnak. Dilaver dobhat majd. Az 57. percben nem nagyon jön át a térfélen a haladás, viszont hősiesen védekeznek Simmerék. Kukuruzovic. Kukuruzovic, Simmer mellett egy újabb bedobás következhet majd. Csúszik a labda, viszont ebből oda az ötös környékére szánja majd, legalábbis a mozdulatokból Dilaver. Szöglet. Kukuruzovic, Rózsa. Rocky felé a kirúgás, és Dilaver fejeli vissza. Mateos, rossz helyre, Gyurján, mehet tovább, mutat, és még kap is egy sárga lapot a Gyurján. Szabályt reklamálhat a játékvezetőnél Tomás Doll. A játékvezető lefújta. Az első sárga lap, tehát a találkozó Gyurján Bence kapja. Pavlovic. Szomália. Szomália. Kukuruzovic. Gera. Rocky, ezt nagyon szépen teszi tovább, nagy Olivier sprintelhet, Szomália megy utána. Szomália és nagy Olivier gyors, viszont most már odaér nagy is. Nem csin a labda viszont, jöhet a beadás, és kimarad. A legnagyobb szombathelyi lehetőség. Megálltak a Ferencvárosiak, akik bedobást reklamáltak volna, de nem volt kint a labda, ezt ez is bizonyítja. Iszlai gyönyörűen teszi be középre. És hiába érkezik Gyurján. Nem találja el jól a labdát, és érzésem szerint ez Dilaverről ment ki. Most a Ferencváros megköszönheti, hogy nem szögletet rúg a haladás, hanem kirúgással folytatódhat a meccs. Tanulság, hogy a helyzeteket góra kell váltani. Mert mondom, Rocky és Gyurján személyében, sőt nagy Olivier személyében rettentő gyors és erőszakos támadók vannak, vagy támadó szellemű játékosok a haladásban. És egy ilyen hibát kihasznál akár. Pavlovicsban akad el a labda. Szomália. Gera. Szomália. Ha nekem valaki egyszer elmagyarázza, hogy amikor üres a terület, akkor miért nem lehet menni a labdával? Ott a beadás, Dvorsák, Kukuruzovic, jobbra, Lama felé! Kirúgás.
Dibuszin kerül vissza a labda. Islai, Nagy Olivér, Szakály és Islai. Összeszalasztották a Ferencvárosokat, és most Rocky a labdával. Rocky! Kicsit kijebb jön a labda. Gyurján. Eléri ugyan a labdát, de Dilaveré, aki kipasszolja. Schimmer megelőzi Lamát. Schimmer! És Dibusznak kell védeni. Szakály! Rövid időn belül a második szombathelyi lehetőség. Már nem volt erő a perdítésben. Éledezik a szombathely. Kukuruzovic, Lama! Rózsa szedi fel a labdát Gera elől. 30 perc van hátra, fél óra. Már annyi sem a találkozóból, tehát a rendes játékidőből. Gól nélkül egyenlőre. Szomália. És Pavlovic. Tomás Dob kettős cserével próbál majd frissíteni a csapatán. Ugrai és Busai készülődik. És a hírek szerint Kukuruzovic és Nagy Dániel hagyja majd el a játékteret. Amikor a haladás legutóbb a Ferencváros vendége volt, majd aki találkozol, akkor Ugrai Roland még a másik csapatban játszott. És rugott gólt a Puskás Ferenc stadionba, teszem hozzá. És most nála a labda, és Schimmer mellett viszi el, Ugrai. Gera megy vele, Ugrai, appá! Islai. Jó helyről jön majd. A szabad rúgás. A 63. percben Gera Zoltán készíti le a labdát. Schimmer és Rocky. És oda megy Szakály is a sorfalba. Gera. Kifejelik a labdát. Lama. Megpattan. Szöglet. Rózsa és egyik Ferencváros cserejátékos. Egészen pontosan Bosnyák. Kivágják a szombathelyiek. Szomália mellé találja el. Jól Szakály repült, hogy hátra tud blokkolni. Egyre elégedetlenebb a közönség. Teszem hozzá, az ő szempontjukból teljes joggal, mert ugyan teszi a dolgát a Ferencváros, illetve a játékosok a csapatban, de nincs egyelőre gól, és ez elég fájó szempont. Az összlövés 14-2, de mindösszesen 2 találta el a Ferencváros részéről a szombathelyi kaput, és 1 Gyurján perdítés Dibusz Dénes kapuját. Ilyen szempontból azért ez karcsú. Lama. Újabb ferencvárosi szabadrúgás következhet. Islairól próbál lefordulni Böde.
belső combdobás. Az egy másik sportág, nem tudom, hogy jól mondom-e, talán, hogy Ricsi most mosolyog a stúdióba. Minden esetre az ipon értékű akció ferencvárosi szabadrúgás eredményez. Ugrai és Lama a labda mögött. Ugrai kilövi a játékos, a volt játékos társakat a sorfalból. Lama, Mateos. Rózsa húzta le a labdát. Iszlai nem tudja megtartani a labdát, a szombathelyi csapat. Most több mint 20 perc még hátra van. Lama Csukicsnak tolja tovább. Szomália. Sokon múlt. Remekül jön a labda középre, és megkapja. Hát elég sokáig várt Fábián Mihály, de végül is a 67. percben felmutatja időhúzásért a sárga lapot Rózsának. Csukics fejeli vissza a labdát. Lama. Szomália. Már Busai emeli a kezét és kéri bent a labdát. Lama visszateszi a labdát, Fehér kipasszolja. Aztán pedig Szomáliáról megy ki. Nagyon már nem húzhatja az időt Rózsa Dániel. Pavlovics és Iszlai. Csukics kérje el a labdát, és kapja is. Dilave. Ugrai. Jagodics ért oda. Mateos. Pavlovics kapja középen. Csukics. Böde. Ugrai. A lábak sűrűjében nem sikerült tovább vinni a labda. Tomás Doll is mutat egy kis, egy kis technikai bemutatót. Mateos már. Csukics. Szomália. Lama. Szomália. Tovább kellett volna tolni Lamának, ott a jobb oldalon maradni. Lama mutatta is, hogy ez lett volna a játék. Nagy Olivér elrúgja a labdát. Szakály. És Nagy Olivér. Szomália nagyon sportszerűen vigyáz Nagy Olivérre. Mehet tovább. Nagy Olivér összeroskad. Szomália. Lama. Nagy Olivér pedig lenn marad, és Lama hagyja, hogy kimenjen a labda. A vállát, a bal vállát fogja. Nézzük csak. Hát ott lehet, hogy elefánt husz is elcsattant. De fáj a váll, fáj az oldala. Nagy Olivérnek elég fájdalmasan. És fekszik még, tehát nyilván valamiféle oka ennek azért csak van. Gál Bálint készülődik majd
játékra a Szombathelyi együttesben. És lehet egyébként, hogy Nagy Oliver fogja váltani. Pedig a Szombathelyről érkezett szurkolók a vendégszektor. Hát, azt is túlzás lenne kijelenteni, hogy megtölti. Még Altner Tamás a cserével, azt gondolom, mert nem tudni, hogy Nagy Oliver tudja folytatni a játékot. Csupics. Mateusz. Az utolsó 20 perc kezdődött el a találkozóból. Dilavernél a labda. Dilaver. Így lehet jó Busainak. Busai. Szöglet. A tizedik ferencvárosi szöglet. Ott a visszafejelt labda Rózsa, Pavlovics. Nagy Olivért időközben visszaengedte a játékvezető. Rózsa. Gyurján. Simmer teszi tovább, Szakály. Gyurján, Busai veszi el tőle a labdát, Ugrai, Busai összjáték, Busai, és Ugrai, Ugrai megy tovább, Ugrai elindul befele, marad bent a labda, Csukics veheti le, ha le tudja. Nem is első szándékból, de ezért csak sikerült valahogy megszelídíteni a labdát, Mateusz lép föl. Dorsák remek ütemben lépett közben. Dilaver, fehér, fel az levegőbe, Szakály és Csukicsról megy ki a labda. És akkor most jöhet a Szombathelyi csere. Bő negyed órája lesz Gál Válintnak, Szakály Attila helyén. Nagy Oliver csúsztat, Pavlovics. Pavlovics labdáját leblokkolta Iszlai. Gál, ő friss, megpróbálja átfűzni Szomáliát, aki nem annyira friss, tehát Gálhoz képest egyáltalán nem. Lehet tovább. De mégis is Szomália megoldotta. Busai Ugrait választja, aki nem tudja lekezelni a labdát. Higgadságot és rugalmat kér. Van még negyed órája a Ferencvárosnak. És negyed órája a haladásnak is, teszem hozzá, mert jelen állás szerint pontot tudnak elvinni ismételten az Ülői útról. Laver fejeli fel a labdát, Pavlovics. Ő kap szabadrúgást, Csukics. Dilaver. Dilaver. Gyurján küzdött. Csukics. Jól rombolnak a szombathelyi középső védők. Gera a labdával, Gera. Az nagy labda. Ugrai
egészen hihetetlen. Gál óriási lendülettel viszi el, vagy próbálja elvinni a labdát Szomália mellett. Rokkiben van már középen. Gál és Szomália. Szomália utolérte, aztán a megkerülős. Ez azért nem olyan egyszerű. Devecserivel szemben szabálytalan Csukić. Devecseri. Ugrai. Hát együtt játszottak valamikor, ez tény. Ha már nem, ez rossz labda nagyon. Gyere nem ért el. Szomália. A jobb hátvéd pozíciójában most rettentő jól teszi a dolgát. Figyelni is kell Gárra. Csukić. Lama. Kicsit elbújt Lama a mezőnyben. Egy kapufa. Böde lép a labdáért. Böde. Megpattan a labdája. Nagy Olivér teszi tovább. Iszlai. Rocky. Lama lesről jött vissza. Ez az asszisztens. És jön a német Mário. Nagy Olivér helyére. Elfáradt Nagy Olivér. Kell mondjam, hogy Adner Tamás spekulál, és amit szeretne, látványos, de megmozdulás, a gyere a Busai. Az égbe rúgja Böde a labdát, 78. percbe. Remek labdát kap Busaitól. 11 méterről a kaput sem tudja eltalálni Böde Dani. Dilaver. Ugrai. Lama. Szomália. Megáll a lendülete a Fradinak, így aztán nagyon nehéz lesz, mert szépen betömörülnek a szombathelyiek. Csukić. Gera. Böde! És ezt sem éri el, Böde Dániel. Mi kell Böde Daninak a gólhoz? Marad. Ez a lehetőség is. A 79. percben, és egyre kevesebb a hátralévő játékidő. Fábián, mintha nem venné észre, vagy nem akar egyelőre tudomást venni Rózsa időhúzásáról. Lama! Lama kapja vissza ajándékba. Lama! Ugrai! És Rózsa guríthatja ki a labdát. Aztán Gera már letámadja. Szabad rúgás kap majd. A haladás együttese Gál. Állják föl. Ezért el kell fogadni. Teljesen ő mennyire fáj Gál Bálinnak. Mert nem akárki nyújtja a kezét. Gera pedig kap egy sárga lapot.
Csukics kap labdát. Gera. Mateos. Dilaver. Ugrai. Gabor is fejeli ki. Csukics vissza. Ez meg Rózsáé. Az utolsó 10 percen belül 81. kezdődött el Csukics. Busai. Ő is kap egy szabad rúgást. Tamás 2011. decemberre óta irányítja a Szombathelyi együttest. Nála csak két olyan edző van, aki régebb óta vezetőedző, Garami József és Kondás Elemér. Nagy edzői mezőnyben. Csukics. Mateos. Ugrai. Böde. Ugrai. Belelépnek Csukics labdájába, Iszlai, és most már Csukics is megkapja a vasárga lapját. Sokat várt, 82 percet, Fábián, játékvezető Csukics esetében. Rántja vissza Német Mário, teljesen jogos, teszem hozzá az ítélet. Gera Zoltán ki nyugalomra utásokat. Gál elfejeli Debecseri elől labdát. Cipelgette a labdát. Csukics. Lama. Megzavarják a Szombathelyiek. Mateos is foghatja a fejét joggal, mert a labdát előrébb kellett volna rúgni viszonylag hamarabb, mint ahogy ezt tette. Gera. Szomália. Busaiba rúg bele, Jagodics. Mateos. És Csukics. Ugrai. Ugrai. Álljunk föl, mutatja a játékvezető, teljesen joggal. Kellett volna adni azt a labdát Ugrai Rolandnak, legalábbis megpróbálni. Azt bizony, azt elnézte Gál. Ferencvárosi bedobás. Lama. Inkább hátra, ez volt a megbiztosabb megoldás. Dibusz, utána az első labda érintése. Hosszú-hosszú idő után. Egy védése volt, egy Gyurján perdítés. Az viszont nagy labda. Busai. Busai. Busai teheti be. És nincs érkező ember. Csukics.
Becherò. Somalio. Pavlovic fejeli vissza a labdát. Somália gyorsabb, mint Gál. Somália. Gera kéri el és kapja. Gera. Dusai. Viszonylag rossz helyre találta el fejjel. Csukic. Gera. Lama. Lama. Mateos és Rocky mehet tovább. Pavlovic. 86. perc vége. Csukic. Lama vissza középre. Pavlovic. Dilaver. Dilaver! És kimarad ez is, Busai! Dilaver gyönyörűen csinálta. Ez... remek mozdulat, és be is jött Schimmerrel szemben, és megint elakad egy lábban, és irányt változtat Busai belsőzése. Gera szöglete, kifejelik. Pavlovic, és már szabad rugás kifelé. Pavlovic is kap egy sárgát. Ferencvárosi sárga. Megkezdődik az utolsó három perc. Somália. Dibusz. És Mateos. Busai. Nagy labdát kap Mateosztól. Busai. Dilaver. Lava! És Böté! Egészen elképesztő. Azt, hogy Lava nem találta el, az is. De azt, hogy az egyetlen társat ott előtte találja el, méghozzá Bödét. Csukics. Fejér lökte ki a labda alól. Böde Dánielt. Dilaver. Lesvár mutatja a játékvezetőt, az asszisztens. És Iszlai marad lent. Utolsó percen belül. Elakad a labda, és Rocky. Ott pedig lehet sprintelni a labdával, bizony, Somália. Négy perc a ráadás, majd miközben a szombathelyiek szabadrúgást végezhetnek el. A Ferencváros 16-osa környékéről, a bal oldalról.
Jancsó András készülődik majd a Haladás csapatában. Jól látom, igen. 4 perc a ráadás, Jancsó játékára megint várni kell. Hát ez most elég veszélyes szituáció, kérem szépen. A ráadásba járunk már, és Murphy törvénye az néha él. Német Mário a labda mögött. Böde fejelte ki a labdát, de becseri. Ezt hosszúgálnak. És most jöhet majd a csere. Tomázo Rocchi helyére érkezik. Jancsó András. Tamás a mérkőzést megelőzően azt mondta, kicsit beszélgettünk a múlt heti találkozóról, hogy a kiállításokról, maga elismerte, hogy Kopunek oda csúszása is szerinte abszolút pirosat értelmelt, és ezen nem is akadt fent, ahogy ugye Halmosi Péter szabálytalanságán sem. Azt mondta, hogy azért Gera közben, Gera még mindig. Csukics kapja a labdát, de hogyha egyenlő létszámban és nem kettős ember hátrányban játszak még a meccset, akkor azért lehet, hogy Ugrai blokk, akkor azért lehet, hogy nehezebb dolga lett volna a videótonnak, és most, hogy egyenlő létszámban tudták még játszani a meccset a Ferencváros otthonában, ez be is bizonyította a Szombathely. Lamá fölé! Kettő perc eltelt a 4 perces ráadásból. Azt kell mondjam, hogy játék és mentalitás. A mentalitással őszinte leszek, én nem nagyon láttam most problémát, legalábbis ezen a meccsen. A játék az, ami akadozott. Gál a labdával közben, és azért figyelni kell hátul is a Ferencvárosnak. Dilaver, és Gál szabálytalankodik. Lap. Jancsó. Labda elrugásért. Az utolsó perc kezdődik. Dibusz. Gera tovább csúsztatja a labdát. Érdekes hozzáérés Debecseritől. Schimmer nem is megy utána. Gera. Dilaver. Ez pedig Rózsáé. Lama sprintel vissza. Gyurián. Az lesz. Nem lesz, mutatja az asszisztens. Németh Mário. És még lesz egy szöglet. Illetve nem lesz szöglet. Lefújja a játékvezető. A Ferencváros tehát nem bír az utolsó előtti haladással a 9. fordulóban. És ez azt jelenti, hogy egyetlen pontot